volt egy ilyen alkalom. Na, de tényleg, hát most nem kérdeztem a véleményét, egy régi ismerősöm, nem is tudom, mikor találkoztam. Jöttünk egy szállodavő koncert után, majd köszönés helyett annyit mondta, tényleg, mert meghíztál. Mondom, kisasszony, te se lettél sokkal szebb. Azóta miért találkoztunk? Tehát, hogy én... De szerinted egyébként erre ez a jó reakció? Nem azt mondta, hogy milyen sápat vagy. Tehát, hogy... Bebe, most őszintén... Apám tudja? Bebe, de ez most őszintén, tehát valaki szembe jön veled és beléd rúg, akkor neked egyből az a reakciót, hogy visszarúg. Tehát, hogy miért? De miért? Vannak helyzetek, amikor a... Hagyja, hogy gyere, olyan jól esett ez a belém gázolás, még van valami. Tök jó, mi van veled? Nem, egyébként van egy harmadik út is, amikor az ember... Azt mondod erre az esetre, hogy igen, így alakult az életem, vagy köszönöm, ez most nem esett fel, amit mondtál. Levágom a fejét. Akkor azt mondod, hogy ez nem esett fel, vagy jelzett felé, hogy jelzett. Háló, de azt mondod, de azt is mondhatod neki, hogy ez most nekem nagyon nem esett jól, amit mondtál. És akkor mi történik? Semmi. És akkor mi történik? Semmi. De Bebe, mi történik akkor, hogyha te visszavágsz egy jól esetet? Jól esett, ott megfordultam. Jól esett. Szevasztok további, jó éjszakát. Viszontlátásra, szerintem az bántja, ne haragudj már. Hiába egy nő mondja egy férfinak, hogy kövér. Én is ezt gondolom, hát hogy ez bántó félreértés, de én nem azt mondom. És nem mosolyogsz hozzá, és azt nem. Azt mondom, hogy azt mondod neki adott esetben, hogy ez most nekem nem esett jól, amit mondtál, és tovább mész. Az, hogy nem rúgsz bele egy másik emberbe, szerintem az egy fontos dolog, hogyha valaki belénk rúg. Belén rúghatnak. Nem, senki nem mondta azt, hogy beléd lehet rúgni, de az miért kell azt, hogy Nem. Én arra azt mondom, nem. Ez a szemet szemért, amit a Bebe mondta. Jézusom, gyerekek, hát én nem azt mondom, hogy azért, mert valaki beléd rúg, igen, attól neked nem kell visszarúgni. Nem biztos, hogy az a... Na, hát akkor értem, akkor te egy pont ugyanolyan ember vagy, mint az aki beléd rúgott, mert te is akkor egy ilyen rúgdosós ember vagy. Nevezhetjük bárhogy ezt a dolgot. Nem, mert a Bebe dagadt, ő meg ronda, tehát nem ugyanolyanok. Egyébként igazod van. Jó, nem tudom, ne bántsuk a másikat, szeressük egymást. Én tök azt gondolom, hogy ez nem érdekel tényleg senki. Én elhiszem azt, hogy bárki bárkiről rosszat mond, én nem hiszem azt, hogy az megoldás, hogy arra mi rosszat reagálunk vissza, de hát mások...